Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc, a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Kezdetét vette az idei szűrőbusz program Vármegyénkben. A buszok havonta 6-8 településre látogatnak el. A témával bővebben is foglalkozunk később, de előtte mutatjuk a teljes kínálatot. Klímavédelem a felső Tiszán. A kihívásokról és az innovációkról tanácskoztak. Kevesebb horgász, a kifogott halmennyiség azonban növekedett. Elindult a szűrőbusz program, helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Talán az utolsó pillanatban vagyunk, hogy megfelelő tervezéssel és beavatkozással megállítsuk és visszafordítsuk a vízhiányt a nyírségben. A szakmai kérdésekről kedden a Megyeházán tanácskoztak a szakemberek. A klímavidéki projektet a Felső-Tiszán a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület az Energiaügyi Minisztérium támogatásával valósítja meg. 2022-es felvételek a nyírségből. Az utóbbi évek legnagyobb aszálya sújtotta akkor a térséget. A vízhiány, a rekordhőmérsékletek, a szélsőséges időjárás mára megszokott jelenségek nem csak a Vármegye, hanem az ország számos területén. A nyírséget azonban hatványozottan érinti az elsivatagosodás veszélye. A Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület az Energiaügyi Minisztérium támogatásával széles összefogással indította el azt a programot, amely a felső-tiszai vízkészletek hasznosításának lehetőségeit tárja fel. A projektről a Vármegyeháza dísztermében szerveztek szakmai konferenciát. 1,2 milliárd forintos keretösszeget szántunk az Energiaügyi Minisztérium részéről erre a projektre, de egyes projekt részelemekre már egyéb uniós támogatási formákat is igénybe lehet venni, ez is több milliárd forint értéket tesz föl. Viszont egy nagyon komplex projektről beszélünk, ugye arról beszélünk, hogy hogyan lehet a víz visszatartást itt a régióban biztosítani, annak érdekében, hogy ténylegesen a mezőgazdasági aktivitást, illetve a térség élhetőségét a jövőben is tudjuk biztosítani. Hát elég ijesztőek az utóbbi évek számai, nagyon jelentősen emelkedik az átlag hőmérséklet, úgyhogy az utóbbi pár év az elmúlt 150 évben a legmelegebb évek voltak, úgyhogy arra kell felkészülni, hogy természetesen egyrészt a kiváltó okokat is próbáljuk csökkenteni a klímaváltozásnál, de azért velünk van a klímaváltozás, és ennek a hatásait hogyan tudjuk a leginkább kezelni. És szerintem ez egy kiváló fórum volt arra, hogy a különböző érintetteket, szereplőket leültessük, valószínűleg a kulcsa az lesz az egész intézkedés csomagnak, hogy mindenki benne van, és mindenki a saját házi feladatát elvégzi. És hát itt nagyon hosszú projektekről beszélünk, amikor 20-30 éves kifutású projektek, ugye ezt kell a megfelelő finanszírozási konstrukciót is megtalálni. Ugye most ehhez a projekthez biztosítja a forrást az Energiaügyi Minisztérium, de mennyire tudja biztosítani azt, hogy ezek a szektorok, ezek végig párbeszédben maradjanak, végig közösen próbáljanak gondolkodni? Hát én itt azt gondolom, hogy magának az egyesületnek, magának a közgyűlésnek, illetve ténylegesen a helyi politikának is fontos szerepe lesz, hogy a főbb érintettek benne legyenek ebben, úgyhogy a koordinációt azt én azt gondolom, hogy helybe kell biztosítani. Mi, amit tudunk ehhez hozzátenni, egyrészt forrásokat, támogatási forrásokat, ennek egy első kis eleme már megtörtént, de azon leszünk, hogy a jövőben is tudjuk folytatni majd a támogatásoknak a nyújtását. Szabályozási környezet tekintetében tudunk természetesen segíteni, és ha valami elakadás van, akkor próbálunk mi is segíteni abban, hogy tovább tudjanak lendülni az egyes felek, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a helyi érintettek vigyék a hátán ezt a projektet, mert hát ők ismerik a legjobban a nüanszokat, illetve a megoldásokat is. Már önmagában, ha azt megnézzük, hogy Magyarország felszíni vízkészletét, ami a saját területéről ered, tehát a saját csapadékából, azt is meghaladják már a felszíni vízkivételeink is. Tehát nagyon jelentős igény van rá, ha tetszik, hanem azért mondom, mert ezzel számolni kell. A felszíni vizekben is nagyon jelentős az igény, és igazából meghaladja azt a vízkészletet, amivel Magyarország önmaga rendelkezhet a csapadékjából, hanem a bejövő vízkészletek felhasználásával tudja ezt csak kielégíteni. De sokkal nagyobb probléma a felszín alatti vizeink helyzete. A klímaváltozás és a folyószabályozások következménye is a vízhiány. Ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője mondta. A szakember szerint az elmúlt 100 év folyamatainak visszafordítása érdekében elengedhetetlen a vízgazdálkodási rendszer átalakítása. Ugye azt látjuk, hogy a vízgazdálkodási helyzet nem állandó, hanem egyre
azt kell mondjuk rosszabb, hiszen a klímaváltozás miatt csökkenő vízszintek, csökkenő vízhozamok vannak, és az a rendkívül értékes talajban tárolt víztest is folyamatosan csökken, azt lehet mondani, hogy alföld viszonylatában évente 3-5 cm. Tehát itt most azzal szembesült mindenki a 2022-es asszály után, ha ezt a folyamatot nem tudjuk megállítani, vagy nem tudjuk megfordítani, az hihetetlen károkkal jár, döntően a mezőgazdaság részére, de az ökológiai természetes állapotok részére is. És azt gondolom, hogy ezzel most értünk erre arra az inger küszöbre, hogy ezzel a társadalom is szembesült, és ezek az intézkedések, amelyek már most ismertetésre kerültek, ezt célozzák, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, megfordítsuk. Az agrárszektor támogatási rendszerében a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kiemelt jelentőségű. Nagyon fontos feladatunk van. Egy olyan induló támogatási rendszerben, amelynek keretét a közös agrárpolitika adja, mind a terület alapú támogatásoknál meg kell teremteni azt a támogatási rendszert, amely kellően ösztönzően tudhatni, segíti a gazdálkodót abban, hogy hatékonyan, eredményesen, és ugyanilyen fontos az, hogy környezettudatosan tudjon gazdálkodni, a klímaadaptációnak meg tudjunk felelni. Azt mindannyian a bőrünkön érezzük, hogy hogyan változik a környezetünk. Ehhez kell olyan intézkedéseket hozzunk, hogy felkészüljenek a gazdálkodóink, legyen ezek szántóföldi növénytermesztők. Az ő esetükben nagyon fontos, hogy igyekezzünk a talajt használni, mint a legjobb tároló közeget, és különböző támogatási konstrukciók kidolgozásával, akár a földhasználatváltással, akár a meglévő mezőgazdasági termelés mentén, akár a talajforgatás nélküli gazdálkodásra és számos egyéb intézkedés mentén tudjunk olyan alternatív megoldásokat nyújtani, hogy megóvjuk a környezetünket, a teremtett világunknak az elemeit, a talajt, a levegőt, a vizet, az utókornak is tudjuk átadni, használatot biztosítani számukra. Ezért a gazdálkodás eredményes hozzájárulásához nem csak e típusú környezetvédelmi intézkedések mentén, akár az ökológiai gazdálkodás vagy az agrárkörnyezetgazdálkodás, hanem számos olyan beruházási pályázat mentén is, amelyek értelmezhetők úgy is, mint egy élelmiszeripari állattartás, ahol a víz, a megújuló energia és számos egyéb intézkedésnek kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. A nem termelő beruházások esetében pedig, ahol a vízvédelmi célú nem termelő beruházások esetében azokra szorítkozunk, ahol a talajban történő víz megtartásában tudunk akár építésre szorítkozó beruházásokat folytatni, vagy a meglévő öntözési lehetőségeknek a modernizálása, a korszerűsítésével, környezettudatos öntözésnek a megteremtésével kívánunk hozzájárulni. Ez forintosítva hogyan, milyen átcsoportosításokat igényelne? Maga a közös agrárpolitika stratégiai terve az nagyságrendileg egy 5300-5400 milliárd forintos keretösszeget tartalmaz. A környezeti célokra, fenntarthatósági célokat szolgáló pályázati összegek, melyeket, hogyha összeadunk, akkor meghaladja az 1000 milliárd forintot. Ide tartozik az erdőtelepítés, az agrárkörnyezetgazdálkodás és számos fontos intézkedés, és természetesen az öntözés fejlesztése is. A WWF Magyarország Alapítvány igazgatója a víz megtartásának természetre alapozott lehetőségeiről beszélt. A szakember szerint a víz megőrzésénél elsősorban a tájképekben rejlő lehetőségeket kell figyelembe venni. A víz megtartásnak a legnagyobb részét az igazából a természetes mélyületekben, a régi holtág maradványokban, a csatornákban is, meg nyilván a szántóföldek egy részén lehetne megtenni. Valószínűleg a nézők egy része tudja, hogy Magyarország régen a folyószabályozások előtt egy igazi vízi világ volt. Tehát az országnak körülbelül az ötöde, az felszíni vízzel volt borítva. Ezt a háborúk során egy olyan jó 100-150 éve zajlik már, lecsapoltuk ugye ezeket a területeket, beszabályoztuk a folyókat, és ezeket a régi vízjárta területeket elvesztettük, illetve megszereztük a mezőgazdaság számára. Ugye, ha természetvédőként nézem, ez volt az a pont, ahol a vizes élőhelyeket kikapcsoltuk a rendszereinkből, és átalakítottuk mondjuk gabonatermő területeké. Ennek akkor is ott meg is volt a logikája. Tehát nyilván éhezés volt, háborúk voltak, gazdasági válság, nagyon sok olyan összetevő, ami miatt ez a múltban egy jó döntés volt. Amit viszont most látunk, és a 2022-es év erre nagyon ráerősített, hogy a klímaváltozás miatt ez az egész csapadékrendszer, az, hogy szélsőséges a csapadék, ha jön, akkor nagyon sok, utána hónapokig nincs, hőhullámok vannak, tehát érezzük azt, hogy milyen egy igazi asszály. És az asszály igazából azt arra tette azt a problémát, hogy ezt a múltbeli döntést, hogy minden vizes élőhelyünket szántóföldé alakítottuk, ezt legalább részbe kezdjük el egy kicsit babrálni. Ugyanis ezekről a felszíni vizekről, ezekről a kis tavakról, ezekről tud újra töltődni a felszín alatti vízkészlet. Tehát ami miatt egy természetvédő itt van ennél a beszélgető asztalnál, ahol ugyanúgy itt van a mezőgazdaság, ugyanúgy itt vannak a települések, itt van a vízügy, tehát itt sok szektornak a találkozásáról van szó most, ami a mai nap történni fog.
ez egy olyan párbeszédnek a kezdete tud lenni, ahol nem csak azt vizsgáljuk meg, hogy milyen műszaki beavatkozások kellenek ahhoz, hogy a vizet visszatartsuk, hanem azt is megvizsgáljuk, hogy hol, milyen területeken lehetne és kellene újból erdőket, újból gyepeket, újból nádasokat létrehozni azzal a céllal, hogy a tájnak a természetes víztároló képességét megnöveljük. Természetesen itt ebben rengeteg ember érintett lesz, ugye földtulajdonosok, gazdálkodók, önkormányzatok, stb. Tehát ugye ez egy nagyon sok szereplős történet, ezért van szükség párbeszédre, és ezért van szükség, hogy a párbeszédben a természetvédők is szereplők legyenek, meg beszélgető társak legyenek, de gyakorlatilag ez az, ami igazából a jövő útja. És konkrétan a Beregben, ugye mi a beregi területen dolgozunk aktívan együtt a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatósággal, meg a helyi polgármesterekkel, meg több helyi szereplővel. Konkrétan a Beregben most annak az előkészítése zajlik, hogy a különböző vízmegtartási magasságoknál, ugye más-más lesz az árasztható területeknek a kiterjedése, külön-külön minden egyes gazdálkodót, földtulajdonost megkeresünk, és beszélgetünk velük arról, hogy mi az, amire nyitottak, mi az, amit szívesen megcsinálnak, mi az, aminek látják a hasznát, mi az, amit esetleg a támogatási rendszereken keresztül meg is tud nekik finanszírozni, mondjuk Magyarország kormánya. Tehát ezek olyan fajta nagyon izgalmas lehetőségek, amik hosszú távon meghatározzák azt, hogy mennyi vizet tudunk megtartani az országban, és hogy az aszállyal szemben mennyire leszünk védettek. Ugye az alapítványnak, ha jól értem, akkor ebben szerteágazó szerepe van ebben a projektben. Többek között az is, hogy például a Beregben élő gazdákkal pár beszédet kezdeményez. Mi látszik a gazdákon, hogy mennyire nyitottak erre? Ami nagyon látszik, hogy ez a vízhiány a Nyírségben is, a Beregben is, a homokhátságról ne is beszéljünk. Tehát az országnak több olyan része van, ahol ez a vízhiány, az aszálytól való jogos félelem, ez benne van már a közgondolkodásban. Hát azért a 2022-es évet már említettem, a 2022-ben, ha megnézzük az záróadatokat, azért mégiscsak úgy zártunk, hogy a kukorica termés az egy normál éves átlagnak a fele volt körülbelül, és hát ha visszapörgetjük a híreket, azért ilyenek voltak, hogy kiszárad a Tiszató, kiszárad a Velencei tó, meg az atomerőmű hűtővizével probléma volt, szóval, hogy így látszik, hogy amikor vízhiány van, az rengeteg szálon el kell szétfutni, és rengeteg gazdasági szereplőnél megérkezik a mindennapi valóságba. Szóval, hogy emiatt, hogy ez az asszály ilyen kézzelfoghatóvá vált, mi azt látjuk, hogy van nyitottság a gazdatársadalom oldaláról. A kérdés az az, hogy pontosan mire van nyitottság. Odáig biztosan egyetért mindenki, hogy az, hogy a csatornákban, ugye a levezető csatornákban ne csak levezetésre használjuk ezeket, hanem víztározásra is használjuk, tehát töltsük fel a csatornákat, és ott maradjon bent a víz. Idáig egyetértés van, és utána akkor jön a beszélgetés, hogy jó, ha ez nem elég, nem csak a csatornákba kéne vizet megtartani, mert az nem fogja tudni visszatölteni a felszín alatti vízkészletet, és hogy még mekkora területet tudunk adni a víznek, legalább időszakosan, ez az a pont, ahol mindenki a saját földjére vonatkozóan is hoz egy döntést, aminek nyilván van gazdasági oldala, nyilván van kulturális oldala, nyilván van egy életvitelhez kötődő oldala, tehát rengeteg összetevője van, amely összetevők felé nyitottnak és megértőnek kell lenni, de hogy mégiscsak van egy közös ügy, és ez pedig az asszállyal szembeni küzdelem. Úgyhogy igazából itt a kulcskérdés az az, hogy hol és hány olyan gazda lesz, aki azt mondja, hogy akár az én földemen állhat is a víz, mert látom, hogy mennyire fontos, és esetleg megkapom érte azt a támogatást, ami miatt engem az anyagilag nem fog a csőd szélére küldeni. Tavaly országszerte 258 településre jutottak el a szűrőbuszok, és több mint 12 000 magyar vett részt szűrésen vagy egészségfelmérésen. A szűréseket az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezi, a szűrőbuszokat a vármegyei kórházak munkatársai üzemeltetik. Az idei ütemtervről, a választható vizsgálatokról és a prevenció fontosságáról most dr. Bartkó Istvánt, a szűrőbusz program vármegyei koordinátorát kérdezem. Jó estét kívánok, doktor úr, köszönjük, hogy itt van nálunk. Jó estét kívánok! Hogy néz ki a gyakorlatban ez a történet? Tehát önök azért hétköznap praktizálnak a kórházban, emellett pedig egy hónapban 6-8 napot járnak a szűrőbusszal különféle településekre. Nehéz egyébként megszervezni, lekoordinálni ezt a rengeteg szakember között? Igen, üdvözlöm a nézőket, jó estét kívánok! Valóban havonta 6-8 alkalommal megyünk ki a távoli településekre a megyében,
és igyekszünk több orvosi szakmát kivinni, és elvégezni helyben azokat a szűrővizsgálatokat, amik a lakosság egészségek megőrzése szempontjából feltétlenül fontosak. Elsődlegesen a daganat szűrése, rák szűrése koncentrálunk, ugye ezt, hogy időbe vegyük észre, amennyiben a rákos betegséget időben kiszűrjük, sokkal nagyobb a gyógyulásra való hajlam. A feladatunk az, hogy a megyei intézmény munkáját és a szűrőprogram munkáját összehangolva a kórházban dolgozó orvosok, szakdolgozók, ápolók segítségével munkanapokon elvégezzük ezeket a szűrővizsgálatokat, amelyek valóban, ahogy mondta, az Országos Kórházi Főigazgatóság támogatásával, koordinálásával folynak, viszont a megyei intézmény is itt nálunk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház a megyében kicsit önállóan tudja ezeket szervezni, mi ismerjük a helyi struktúrát, a helyi kapacitásokat, a szakemberek rendelkezésre állását, és nyilván a megyei ismereteink is nekünk nagyobbak. Hogyan döntik el, hogy mely településekre menjen a szűrőbusz egy adott évben? Első körben a magyar kormány által közzétett felzárkózó települések és úgynevezett géptelepülések, gazdaságélénkítő programban részvevő településeket céloztuk. Meg erről kaptunk egy listát, és ezeken gyakorlatilag igyekeztünk végighaladni. Majd pedig az elsődleges célunk az, hogy a intézményektől távol eső, nehezen megközelíthető, gazdaságilag is hátrányos helyzetű kis településeken jelenjünk meg, ahol a lakosság is többnyire már elöregedett, és így nem vagy kevésbé férnek hozzá a szűrővizsgálatokhoz. Na, beszéljünk akkor a tapasztalatokról, bár a felvezetőben már néhány szám elhangzott, de én azért kíváncsi lennék arra, hogy akkor, amikor megjelennek egy településen, mekkora nagy az aktivitás az önök tapasztalata szerint? Tavaly volt néhány csalódás egyes településeken, ahol kicsit úgy gondoljuk, hogy sokkal kevesebb létszámban jelentek meg, mint amennyire vártuk őket. Igaz, a tavalyi az ilyen első év volt, amikor az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésével történt ez a program, bár korábbi években is jelentünk már meg. Programjunk most már ismert a megyei településeken. Tehát a helybe visszük. Vezetni, mondhatjuk így van, azt. Így van, ez már évek óta történt. Az okfő előtt az NNK szervezte a szűrőt, akkor is mi vettünk részt benne. A helybe visszük a szűrővizsgálatokat, program, ez a teljes neve. Ez most már ismert a megyebeli lakosok és a polgármesterek előtt. A kis településeket meglátogatjuk, és most már örömmel jelzem, hogy itt a 2024-es év folyamán, április hónapban, amikor elkezdtük a szűrővizsgálatokat, most már naponta 50-60 beteget tudunk leszűrni. Ez egy nagyon szép szám. Ez egy nagyon szép szám. A tavalyhoz képest mindenképpen javulás van. Igaz, teszünk is érte, több reklám tájékoztató tevékenységet végzünk ez ügyben, mint például önöknél is. Tehát mielőtt megjelennek a településen, akkor plakátolnak, ugye, tájékoztatják a helyieket, a polgármestert, hogy adja tovább a hírt. Ez pontosan úgy történik, kiválasztjuk az adott településeket, utána felvesszük a helyi polgármesterrel, védőnőkkel, háziorvosokkal a kapcsolatot, e-mail vagy telefon formájában, megnézzük, hogy a busz, ugye ez nagyobb acska busz, meg tud-e állni, megfelelő módon tud-e parkolni a településen, majd az egészségfejlesztő iroda munkatársa, akinek a segítségét köszönöm, mert nagyon-nagyon sokat tesznek a program sikeréért. Ők személyesen mennek ki, szórólapokat, posztereket helyeznek ki a háziorvosi rendelőbe, polgármester hivatalon, busz megállt a forgalmas helyeken, és a polgármestert, az adott település a maguk csatornáin keresztül is tájékoztatja a helyi lakosságot a szűrőprogramról, illetve a szűrőbusz érkezéséről. Mondta, hogy a szűrőprogram elsősorban a daganatos megbetegedések megelőzésére vagy kiszűrésére helyezi a hangsúlyt. Emellett még milyen szűrések vannak, és mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Tehát tényleg szükség van-e rá? Tehát tapasztalnak-e konkrétan olyan megbetegedéseket, amelyekkel későbbiekben még munka van? Igen, mindenképpen szükség van szűrésekre. Ugye elsődleges cél a daganatos rákos betegségek időben történő kiszűrése, de mellette minden olyan egyéb betegség, ami látóterünkbe kerül a szűrés kapcsán, akkor a betegeket ellátjuk beutalóval, és a legközelebbi szakrendelésre küldjük őket. Jelenleg több szakma is végez szűrési tevékenységet, nőgyógyászati rákszűrés, szájüregi daganat szűrés, bőrgyógyászati rákszűrés, tehát melanoma szűrés történik. Ezek mellett ultrahangdiagnosztikát viszünk a helyszínre, szemészeti vizsgálat történik,
neurológiai érszűkület vizsgálat is történik, és mindemellett történik valamennyi résztvevőnek egy általános állapotfelmérés, ahol koleszterin, zsírsav, vércukor, vérnyomás és az általános egészség szempontjával fontos paramétereket ellenőrizzük, és ez irányba is küldjük a betegeket, ahol találunk nem normális értéket. Plusz mindemellett történnek olyan rizikóbeeslések, érszűkületi rizikóbeeslés, cukorbetegségi rizikóbeeslés, ahol a magas kockázatú betegeket szintén szakirányú rendelésre küldjük. Tehát egy nagyon komplex, átfogó vizsgálat történik, és célunk az nyilván, hogy a megye lakossága egészségben éljen, és a egészségben eltöltött évek száma növekedjen. Akkor ez alapján elmondható, hogy milyen az általános egészségi állapota az önökhöz látogató embereknek? Van-e fajta tapasztalat? Van tapasztalat, én úgy gondolom, megfelelünk annak a tendenciának, ami a megyénket, mint keleti északkert magyarországi régiót érinti. Találkozunk elhanyagolt esetekkel is, találkozunk számos nehezen kezelhető már előrehaladt esettel is, de úgy gondolom mindezek mellett idővel a lakosság el fogja fogadni ezt a szűrőprogramot, és egyre nagyobb számban fogják meglátogatni a szűrőbusznak, pedig lehetőséget ad arra, hogy nem csak időbe kiszűrjük a betegséget, hanem egy beteg edukációs, beteg tanítási programmal jobban fognak vigyázni a saját egészségükre. Én még azért nagyon kíváncsi lennék arra, hogy általában milyen betegségek vagy problémák szoktak felmerülni, ha mondjuk most tegyük félre azt, hogy daganatos megbetegedés. A legnagyobb probléma a cukorbetegség, a magas vérnyomásos betegség, és az ezekkel kapcsolatos szövődmények. Hogyha pedig valamilyen problémát találnak, akkor tovább utalják a megfelelő orvosi intézménybe, ellátó intézménybe. Így van. A beteg egy ambuláns lapot kap, amelynek konkrét vizsgálatokat írunk le, és a beteget beutalóval látjuk el, és abba a szakrendőbe küldjük a megyén belül, ahova ő egyrészt legközelebb van, másrészt pedig leginkább el tudják látni a betegségét. Tehát adott daganatos betegség esetén többnyire Nyíregyháza, míg más betegség esetén pedig a városi kórházakba. Célirányosan állítjuk a beteget, tehát nem csak ráírjuk a papírra, hanem beutalót adunk neki, tehát ha a beteg elmegy, akkor ő jó helyre fog kerülni. Most az érdekesség gyanánt kérdezem, hogy volt már olyan, hogy életet mentettek, életet kellett menteni? Volt. Tavaly egy településen volt, hogy a mentőt kellett hívni a beteghez. Igen. Igen, volt ilyen. Beszéljünk akkor a jövőről, hogy hol terveznek ebben az évben szűrőbusszal látogatást. Igen, nyilván nagyon fontos, hogy a betegek időben, illetve a lakosság időben értesüljön a szűrőprogram helyszíneiről, ezért majd igyekszünk minden csatornán tájékoztatni a megye lakosságát. Én most a májust mondom, mert a június-júliusi program még szervezés alatt, bár javarészt már az is megvan. Szerda van, úgyhogy ha jól tudom, akkor csütörtökön már? Már holnapi nap csütörtökön Csaholcra tudnak menni a betegek. A csaholci lakosokat fogjuk szűrni, ahol szájüregi daganat szűrés és nőgyógyászati rák szűrés fog történni. Jövő héten Szakolyban leszünk, majd májusban leszünk még Penészlek, Csaroda és Tarpa községekben fogunk szűrővizsgálatokat végezni. Nem csak, nagyon fontos, hogy nem csak a adott település lakosait várjuk, hanem a szomszédos településekről is át lehet menni a szűrőnapra. Tehát aki közel lakik ezekhez a kiemelt településekhez, nyugodtan átmehetnek, senkit nem küldünk el, egy tajkártyát hozzá magukkal, ennyit kérünk. Doktor, és várjuk szeretettel a betegeket. Köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Én köszönöm. Több mint 1000 fővel csökkent a vármegyei horgász létszám egy év alatt. A kifogott halmennyiség viszont a statisztikák szerint jelentősen nőtt. A Sporthorgász Egyesületek vármegyei igazgatója szerint a növekmény a haltelepítéseknek is köszönhető. Kevesebben horgáztak tavaly a vármegyében, mint az azt megelőző évben. A számokból az derül ki, hogy több mint 1000 fővel kevesebben váltottak ki állami horgászjegyet, legalábbis Szabolcs-Szatmár-Berek területén. Sajnos egy kis csökkenés volt a 2022-es évhez képest. 29.200 főre, 28.000 főre csökkent a megyei horgászlétszám. Igazából ennek a statisztikának nem gondolom, hogy olyan nagy jelentősége lenne, hiszen ez egy pillanatnyi állapotot tükröz. Lehet, hogy ugyanezek a horgászok megvannak, csak mondjuk Hajdú-Bihar megyében, vagy mondjuk Borsod megyében váltották ki az állami horgászéket, ugyanis országosan igazából nincsen számottevő csökkenés a horgászok létszámában.
Míg a horgászok száma csökkenő tendenciát mutat, addig a Tiszán és mellékvizein kifogott halak mennyisége a vármegye területén jelentősen nőtt 2023-ban. Nemrég készült el a végleges statisztika. Itt volt azért némi javulás, tehát egy 81 ezer kilogramm körül van az a hal mennyiség, amit a szövetségi vizekből kifogtak a horgászok. Tavaly évben ez csak 74 ezer kilogramm volt, úgyhogy itt volt egy kis javulás. Hát ez is szerintem részben annak a függvénye, hogy mikor milyen év van. Tehát mennyire alkalmas a vízállás arra, hogy a horgászok eljussanak a vízpartra és tudjanak horgászni. Bár az is lehet, hogy növekszik a hal mennyisége a vízben, amit a horgászaink ki tudnak fogni. Én ennek örülnék igazából, hiszen az utóbbi években, évtizedekben az a tendencia volt megfigyelhető, hogy a természetes vizek halállománya az szépen lassan csökkenget. Tehát, hogyha sikerült ezt a folyamatot megfordítani, akkor ez egy igazán jó hír a horgászok számára. Szakemberek szerint Magyarországon 97 halfaj található, ebből pedig a horgászható fajok száma 27. A legfontosabb horgászhal a vármegyében a ponty, a kifogott halak listáját azonban nem mindig ez a faj vezeti. A ponty vezet, bár érdekességképpen azt szeretném elmondani, hogy tavaly és tavaly előtt, tehát volt két olyan év is, amikor a folyami harcsa a legnagyobb vízterületünkön, a Tisza folyó is mellékvizén, így hívjuk a Tisza és vízrendszerét, ott több folyami harcsát fogtak, mint pontyot. De úgy látszik ez a tendencia most a tavaly évre ismét visszafordult a pontja vára. És természetesen, ami nagyon jelentős, tehát mennyiségi szempontból, az ugye az egyéb halak kategóriába tartozó, ilyen-olyan mindenféle keszekfélék, amelyek nagy mennyiségben képviseltetik magukat a statisztikában. A statisztika azonban a szakemberek szerint nem mindig megbízható. Ez a statisztika, ez egy érdekes dolog egyébként, egy trendet fel lehet belőle állítani mindenképpen, de azért a számok okoznak némi meglepetést. Tehát én azt gyanítom, hogy amit említettem, 81 ezer kilogrammot fogtak ki a vizekből, ez akár több is lehet, sőt valószínű, hogy így van, hiszen ugye, mint említettem, mintegy 28 ezeren váltottak állami horgászegyet a tavalyi évben, és a fogási napolók leadási aránya pedig meghaladja a 95%-94%-ot meghaladja, 95% körül van, ami egy nagyon jó arány, viszont, és itt jön az érdekesség, hogy a leadott fogási naplók alapján körülbelül egy ilyen 50% nem fog halat, nem fogott semmilyen halat, tehát nullásán jön vissza, és ennek az 50%-nak a 24%-a pedig nem is volt horgászni elvileg, hiszen nincs, jelenleg ugyanis kötelező van egy naptár a fogási naplóba bejelölni a horgászat napját, hogyha a horgász elmegy pecázni, akkor húznia kell egy X-et az aktuális napra, és a naplóknak egy jelentős része ugyan menne, hogy még horgászt is volt. És ez körülbelül 7000 ember, ahogy én számolgattam, és ez azt jelenti, hogy 7000 ember akkor kiváltja a horgászengedélyt, aztán utána nem megy horgászni. Tehát így igazából ennek így nem sok értelme van szerintem. Inkább azt tartom valószínűnek, hogy a tisztelt horgásztársak egy része az így hanyagabb ezen a télen, és nem jelölgeti be a fogási naplóban túl lelkesen a horgászati napoknak a számát. Tavaly közel 60 millió forint értékben telepített halakat az Egyesület, idén ezt a keretet biztosan túllépik. Az idei tervünk az 67 millió forint értékű hal, de ez a minimum, tehát ettől csak több lehet. Ezt a számot úgy kell elképzelni, hogyha van valamilyen pályázati lehetőség, vagy anyagi forrásaink lehetővé teszik, akár saját erőből is, akkor e fölé fogunk menni. Tehát én azt gondolom, hogy egy 70 és 80 millió forint körül fog megállni ebben az évben a telepítendő halmennyiségnek az értéke. És itt elég széles a spaletta, tehát csapósügér, fogassüllő, menyhal, kecsege, ponty különböző korosztály, azok mind telepítésre kerülnek a halgazdálkodási tervünk alapján, ami egyébként úgy van összeállítva, hogy minden évben egy pici növekményt azért kalkulálunk hozzá. Az Egyesület több mint 5000 hektárnyi területet kezel a Tiszán és mellékfolyóin, ami több mint 450 folyamkilométert jelent a Szamos, Túr és a Kraszna folyók szakaszaival együtt. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én most kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!